Tehát a téma az inkvizíció. Az inkvizíció eredete, mint szervezet, csak a 13. században jött létre. Azonban már az ókortól kezdődően is sor került erőszakos és akár halállal végződő hitvitákra. Halálbüntetéssel végződött a 4. század végén, 385-ben a Villa püspökének, Priscillianusnak az ügye, aki a korai inkvizíció első gyanúsítottja volt, és akit Magnus Maximius 383-tól 388-ig ellencsászár mágiával és manileizmussal vádolt meg, s a kínzások hatása alatt történő beismerő vallomása után eretnekség miatt testi fenyítés alá vettetett, majd Trierben kivégeztetett. Priscillianus hívei közül több eretnek nyilvánított vádlottat is kivégeztek, ötöt pedig száműztek. A keresztény egyház erkölcsi és hitbeli tanításai hosszú évszázadok alatt terjedtek el az európai társadalmakban. Az első eretnekeket sújtó kivégzések Orleánban és Milánóban történtek 1022-ben és 1034-ben, majd 1126-ban Saint-Guy-ben. Az eretnekek elvetették az egyház és a világi társadalom tanítását és hierarchiáját is többnyire. Az általuk jobbnak ítélt régi, archaikus állapotok visszaállítására törekedtek. Az eretnekek elleni küzdelem eleinte szervezetlenül folyt. A 11.-12. században Közép-Kelet és Észak-Európában nagyszabású térítések kezdődtek, sőt a poroszországi pogányok ellen keresztes hadjárat is indult, a hitvédelem mégsem szerveződött meg intézményes formában. Azonban az egyház kötelezni kezdte a világi uralkodókat az eretnekség elleni harcra. Második Péter aragóniai király így esküdött harmadik Ince a pápának. Én, az aragonok királya, vallom és ígérem, hogy mindig hű és engedelmes leszek uramhoz, Ince pápához, valamint katolikus utódaihoz és a római egyházhoz. Nagy gondom lesz arra, hogy birodalmam is engedelmeskedjék neki. Védelmezem a katolikus vallást és üldözöm az eretnek romlottságot. A virági uralkodók közül elsőként II. Péter rendelte el az eretnekek mágiahalálát. 1197-ben az egyház a 13. század vége felé az egyház álláspontja az ítéletekkel kapcsolatban kezdett megváltozni. Szilícius pápa még tiltakozott az ellen, hogy Priscillianust világi bíróság ítélte halálra, nem pedig egyházi. A 13. század végétől az egyház igyekezett a halálos ítéletek ódiumától megszabadulni, és ezért világi bíróságokra hárította azt. Az erős pápai állam a 13. század elején az eretnek szálak elvarása mellett harcolt, harmadik Ince pápa jóváhagyásával például magyar seregek is indultak Szerbia és Bulgária egyes részei ellen a Bogumil eretnekség visszaszorítására. Többször támogatta a manikheusok elleni fellépést is, de volt egy eretnekség, amely mindennél nagyobb teret hódított Európában, és azon belül is leginkább Franciaország Languedoc nevű déli tartományában. Ezek a katarok, a tiszták, más néven albigensek, albivárosról nevezték el őket, ők voltak. Tehát a gnoszticizmushoz hasonló dualista nézeteket követtek. Az anyagi világ rossz, azt nem Isten teremtette, hanem az Istennel folyamatos harcban álló gonosz erők. Jézus nem anyagi lényként élt a Földön, pusztán szellemként, így halála és feltámadása sem volt valós. És nem is ezeknek, hanem tanításainak van jelentősége. Időrendben négy szervezet intézményes alapon működő inkvizíció létezett. Első, a középkori inkvizíció vagy dominikánus ferences inkvizíció 1230-tól a 15. század közepéig. A második, a spanyol inkvizíció
amely állami intézmény volt, és 1478-tól 1833-ig működött és állt fel. A harmadik, a portugál inkvizíció 1531 és 1821 között, majd a negyedik, a római inkvizíció, vagy pápai inkvizíció, amely 1542-től szinte máig csak átalakult formában működik. Valamint az ezektől függetlenül a spanyol inkvizícióból létrejött több önálló újvilági szervezet is. Mindegyiket megelőzte a 12. század végi szervezeti háttér nélküli tekintélyelvű episzkopális inkvizíció. Minden későbbi változat a 13. századi középkori inkvizíció következménye, egyenes leszármazása. Ez két irányú cél nyomán alakult ki. Első, a katolikus papság korrupciója és tudatlanságának felszámolása, második, az eretnekeknek nyilvánított nézetek üldözése. Eredetileg az eretnek szekták ellen jött létre, mint katarok, bogumilok, patarénusok. Ezekben közös a dualisztikus világnézet és teológiai alapon kerültek szembe az egyházzal. Az eretnek tehát kereszténynek született, vagy számított, de az egyház szerint megengedhetetlen tanokat kezdett el követni, vagy képviselni. Például a középkorban egy zsidó vagy muzulmán ember nem tekinthettek eretneknek, hiszen nem volt keresztény. A 12. században Pierre Valdes létrehozta a Valdes eretnekséget, ami már eredendően az egyház gazdagsága és világi hatalma ellen lépett fel. E szempontból hasonlítottak tanai a Szent Domonkos és Assisi Szent Ferenc bizonyos nézeteihez. Szintén a 12. században lépett fel a Szabad Szellem Testvérisége nevű szekta, ami még a 15. században is létezett, és melynek Hieronymus Bosch is tagja volt. 1212-ben Strasbourgban mintegy 80 szekta tagot égetett meg az inkvizíció. A 13. század elején még a későbbi Szent Ferenc és követői, később ferences rendi szerzetesek is üldöztetést szenvedtek. Pierre Valdes útját járt a Szent Ferenc, szerencséje, hogy nem Dél-Franciaországban és működött, mivel és akkoriban a domonkos szerzetesek még csak a katarokkal voltak elfoglalva. Később össze is tévesztették őket a katarokkal, és Kasztíliában 5 ferences szerzetest égettek meg. Később a ferencesek spirituálisok lettek, visszatértek Szent Ferenc eredeti elveihez, és 23. János pápa újra eretnekként kezelte és kiáthozta őket. És 1318-ban 4 ferences szerzetest mágián megégetett. A ferencesek 1322. évi gyűlésének határozatait 1323-ban 22. János pápa eretnekségnek nyilvánította. A domonkos ferences ellentét egészen a 16. századig erős maradt, az 1520-as években még mindig elítélt az inkvizíció eretnekség vádjával ferences szerzeteseket. A későbbiekben az inkvizíció kiterjesztette saját hatáskörét a boszorkányságra, a sátánizmusra, a tudomány másként gondolkodóira és az ateizmusra is, sőt, ez lett a fő területe. A 16. századtól a protestánsok is boszorkány üldözésbe fogtak, de nem inkvizíciószerű szervezettséggel. Erről például Pedro Bloruget Szent Domonkos Albigens Könyveket égett el című festménye is tanúskodik. Tehát az inkvizíció első hulláma a balkáni bogumil mozgalomhoz hasonlatos dél-franciaországi albigens eretnek mozgalom ellen szerveződött. Kezdetben egyházi, majd világi hatóságok is üldözték, először kiközösítés és hatósági úton való elfogatás útján. Például a harmadik lateráni zsinat tanúskodik erről 1179-ben. Ennek hatástalansága miatt az úgynevezett episzkopális inkvizíciót indítják el 1184-ben,
az ad abolendum, amely arról szól, hogy kiirtassék az ad abolendum kezdetű pápai bulla kiadásával episzkopus, az püspököt jelent egyébként, tehát a püspökökön alakuló inkvizíció, azoknak a közös fellépésén alakuló inkvizíció, akiket a püspökök nem szentesítettek valamilyen egyházi és világi ítéletet, az nem volt érvényben. 1215-ben a 12. egyetemes zsinat, vagyis 4. lateráni zsinat határozatai minden eretneket kiközösítettek. Vagyonukat elkobozták. 1206-ban Domingo de Guzmán, az oszmai székesegyház szerzeteseinek alperjele ebben a közegben lépett fel. Harcolni kívánt a fertőzés, úgynevezett fertőzés ellen. Diego oszmai püspökkel együtt. 1207 és 1221 közt rengeteg katart küldött mágiára. 1215-ben nem merte új rendjét Carcassonne városban létrehozni, hanem Toulouse-ban tette ezt meg, a fenyegetettség miatt, mert akkor már a nép nagyon ellene volt. 1217-ben már az ellenséges légkör miatt a dominikánusok szétszorodtak az országban, és ekkor tűntek fel a párizsi és bolonyai egyetemeken, és a Pireneusi félszigeten kezdtek téríteni. Harmadik Ince pápa 1207. novemberében keresztes hadjáratot hirdet a franciaországi eretnekek ellen. Ezt 1208 és 1228 között a francia korona támogatását élvező 4. Simon de Montfort és fia 6. Amaury vezették. Nem titkolt céljuk volt 6. és 7. Rajmund toulouse-i gróf grófságának megszerzése. Ezzel az eretnekség elleni fellépés eszmei útról, eszmei síkról, politikai, gazdasági és hatalmi irányba tolódott el. A hadjárat szörnyű embertelenséggel járt együtt, lásd Béziers-i vérengzés 1209. 1229. A párizsi békével ér véget, a toulouse-i grófság nagy része királyi kézbe kerül ezzel. 9. Gergely bullája 1233. április 20-án megbízza a dominikánusokat az eretnekség kiirtásával. Idézem, ti felhatalmazást nyertek, hogy örökre megfosztátok a papokat egyházi javadalmaiktól, és hogy szembeszálljatok velük és mindenkivel könyörület nélkül világi fegyveresek segítségét hívva, ha szükségeltetik. Tehát ekkor hirdette ki a dominikánusokból álló állandó ítélőszék felállítását. 1234-ben, egy évvel később, toulouse-i székhellyel alakult meg hivatalosan a pápai inkvizíció, az első két kinevezett inkvizitor dominikánus volt. A pápai bulla alapján feladatuk elsősorban a korrupt papság elleni fellépés lett volna, de azonban hamarosan eretnek üldözésé vált. 1235-ben már Toulouse-ban általános gyakorlat az elhunytak kiásása, elégetése, vagyis megszentségtelenítése, stb. A lakosság óriási felháborodására. A város konzuljai a helyi grófot keresték meg ezért, de nem tudta elérni az ítélkezések szüneteltetését. 1230. novemberében végül a toulouse-i inkvizitorokat elüldözték a városból. 1236-ban pápai utasításra visszaengedték őket, és minden kezdődött előről. Az inkvizíció már a legelső időkben is erős ellenállást és ellenérzést váltott ki a katolikus lakosságban is. Már 1234-ben Arnold katalán inkvizitort majdnem agyonverték halott gyalázás miatt Albi városában, és a Taru folyó vizébe akarták hajítani. Toulouse-ban bántalmazták, megsebesítették és meggyilkolták azokat, akik őket üldözték. Az episzkopális inkvizíció utóhatásaként a püspökök ellenálltak, az ítéleteket nem szentesítették például.
de 1248-ban kizáratással fenyegette meg őket templomaikból a pápa. 1257-ben IV. Sándor pápa megszüntette velük a velük kötelező konzultációt, és 1273-ban X. Gergely pedig elrendelte, hogy a püspököknek kötelező együttműködniük az egyházzal és az inkvizícióval. A 13. században Németországban és skandináv államokban is működött inkvizíció. Angliában nem, állítólag. Kolumbusz az új világba magával vitte az inkvizíció intézményét. De érdekességként megemlítem, hogy például Németalföldről és Belgiumból a szászok és cipszerek menekültek Magyarországra, miért itt sokkal enyhébb volt az inkvizíció. Akkoriban, ha már végül mégis az inkvizíció kezébe kerültek, mivel ők olyan ilyen szervezetekbe, céhekbe tömörültek, ahová például magyarok nem léphettek be, és éppen ezért az inkvizíció, mikor rájuk talált, akkor csak többnyire nem magyarokat, hanem például ezeket a menekülteket ítélhette el. Az inkvizíció tehát kétféle fajtáját ismerjük, az egyházi és a spanyol inkvizíciót. A kettő működésének célját és eszközeit, eredményeit tekintve egymástól élesen megkülönböztetendő. Tehát amit már említettem, az egyik az egyházi, a 13. században alapítatott tulajdonképpeni működése a 13. és 14. századra esik. Működésének tere Franciaország déli és Olaszország északi része, célja megtisztítani e vidéket a forradalmi jellegű eretnekségektől. A másik, a spanyol inkvizíció a 15. század végén állítatott fel, megteremtője a spanyol államhatalom, főképp Spanyolországban működött, célja volt a hatalmukban féktelen titkos zsidók és mórok uralmának megtörésével a spanyol nemzeti és vallási egység megmentése. Az ellenvetések legnagyobb része a spanyol inkvizícióra vonatkozik, annyira, hogy igen sokan az inkvizíció említésekor kizárólag a spanyol inkvizícióra gondolnak. Minthogy ez egyházi inkvizíciót sohasem éri annyi vád, mint a másikat, vagyis a spanyolt, figyelmünket különösen erre a spanyol inkvizícióra fordítjuk. Maga az inkvizíció szó latin eredetű, hitnyomozó törvényszéket, vizsgálatot jelent, és ebben a formájában kizárólag ezekre az egyházi hitnyomozó vizsgálatokra használják, mint egyházi inkvizíciót. Teljesen kifejlett intézménnyel a 13. században találkozunk. Okai az eretnekségek megfékezésére az egyház és állam szükségesnek tartotta az inkvizíció felállítását. A manicheus eretnekség például, melyet Krisztus után a 3. században keletkezett, a római császárok üldözése dacára nem pusztult el, tovább lappangos a 12. és 13. században az albiak, katarok eretnegsége elnevezésen tovább élt. Franciaország déli részén jelentkezett, az Olasz és Spanyolország északi részén levő területeken. Ezzel szemben minden időben a legszigorúbb eljárást találjuk. Már 296-ban Diocletianus és Maximianus pogán császárok kényszerítik őket eretnekségük elhagyására, az engedetleneket különféleképpen büntetik, vezetőiket mágián égettetik el. Az államhatalom meg volt győződve ezen eretnekség rendkívül veszedelmes voltáról. Ezen középkori eretnekségek tanítása kifejezetten vagy szükségszerűen forradalmi jellegű volt. A kereszténység, iszlám és a zsidóság tanításaiban alapban sem volt közös, szerintük két Isten van, jó és rossz, a jó Isten teremtette a lelket, a rossz az anyagot, Jézus nem Isten. Az anyag minden rossznak forrása. Ezért szabadulnunk kell az anyagtól. Tilos a hússal, tejjel, tojással való táplálkozás, bort nem szabad inni, állatot nem szabad megölni. Kárhoztatták a házasság intézményét, s ennek kontójára a legundokabb természetellenes kicsapongásokat üzték titkos összejöveteleik alkalmával. Katonáskodni szerintük nem szabad,
A magántulajdon bűn, az öngyilkosság dicsőséges jótett. Aki koplalással végezte ki magát, hitvalló, aki kendővel folytotta meg magát, vértanú, méreggel, érmegnyitással pusztították önmagukat. Szerintük nincs sem egyházi, sem világi felsőbbség, adót nem kell fizetni. Így módon a család, az egyház, az állam alapjai vannak aláásva. Ezért a pogány császárok kivételes szigorral léptek fel ellene, valamint a katolikus egyház is a legerélyesebben ellene szegült tanaiknak. Nem elszórtan, hanem tömegekben léptek fel, követőik voltak minden rendben, rangban, még a fejedelmek közt is. A városokat feldúlták, a templomokat kifosztották, a nőket megbecselemítették, a szent ostyákat meggyalázták, gyilkoltak és gyújtogattak. Az inkvizíció életbe léptetése ezért vált szükségesé. Az egyház minden tőle telhetőt megtett, előtte is már, hogy békés úton a legszelidebb eszközökkel bírja rá őket veszedelmes tanaik feladására, és őszinte megtérésre szólította fel őket. Közéjük költe a legkiválóbb férfiakat, például Clairvaux-i Bernátot, hogy meggyőzze őket az ige hatalmával, és visszatérítsék az egyházba őket. Azonban a szelítség megáltalkodottakká tette őket. Új kísérletet tettek szentdomonkos tanácsára, Castelnau Pétert, szegényen és mezitláb küldték közéjük. 1280 azonban meggyilkolták. Következménye keresztes háborút hirdettek ellenük. Általános felháborodás miatt az akkori keresztény állam és társadalom létkérdéseiről volt ugyanis szó. Nem egyik másik hitcikke jelenetése volt az ok csupán. A veszedelem nagyságát bizonyítják a hittérítők, követek, püspökök és pápák, krónikások és maguknak az eretnekeknek fennmaradt iratai, és azon 52 zsinat, köztük 3 egyetemes, amelyeket ezen időben 1119 és 1229 között tartottak. A királyok és pápák seregei kemény csatákat vívtak ellenük, s még így is csak 20 évi harc után sikerült őket politikailag megtörni, de titokban megmaradta tovább is állam és egyház ellenes törekvéseikben. A személyes szabadság védelme, a közbiztonsági állapotok s a rendőrség intézménye akkortájt más volt, mint ma. Napirenden voltak az összeütközések és az igaz hitűek és az eretnekek között. Hogy ilyen szomorú vérengzések ne ismétlődjenek, másrészt e kommunista és anarchista irányú forradalmi tévtan végképp megszűnjék, az 1229-i toulouse-i tartományi zsinat Románus pápai követ, számos francia püspök és érsek, 7. Rajmund gróf, a Carcassonne-i tartományi főnök jelenlétében kimondotta az inkvizíciónak, mint rendszeres hitnyomozó törvényszéknek felállítását, és 45 törvénycikkben körvonalazta jogkörét. Tehát egyház és állam karöltve járt el a közös veszedelem ellen. A püspök nevezzen ki minden plébánia területén egy papot és 2-3 jó hír nevű világi embert, kiknek kötelessége eskü alatt felügyelni, nincsen-e a plébánia területén eretnek. A gyanús házakat, melléképületeket, föld alatti helyiségeket át volt szabad kutatniuk, s a gyanúsak búvóhelyeit leromboltathatták. Ha az eretnekség gyanúja alaposnak bizonyult, a plébános tanúk jelenlétében a házánál megjelent és átadta neki a törvénybe való idézést. A következő, az ezt követő több vasárnapi misén újból felolvasták a megidézést. Aki eretnekeket rejteget a birtokán, földi büntetés véget feljebb valóinak adandó át. Aki a kitűzött határidőn belül önként jelentkezett, azonban egyházi büntetésben részesült csak, például bűnbánó ruha viselése, bőjt, stb. Ha önként nem jelentkezett, elfogatási parancs adatott ki ellene, és ezt állami hivatalnokokkal hajtatták végre. A tárgyaláson esküvel kellett vallani a tiszta igazságra, a tanúknak is esküt kellett tenni. A vádlottal a tanúk nevét általában azért nem közölték, nehogy véres bosszút állhassanak a hozzátartozóikon vagy a családtagjaikon.
A vádlott azonban ellenségeit megnevezhette, azokat kizárták a későbbi tanúvallomásokból. Negyedik Ince pápa elrendelte, hogy bizonyos esetekben meg kell a tanúkat nevezni a vádlott előtt. Külön bizottság ítélkezett, hogy a tanúk esküre bocsáthatók-e vagy sem. Az eretnekséget az állam ugyanolyan vagy még nagyobb bűntének minősítette, mint a hazaárulást vagy a felségsértést. Ezekben a legnagyobb bűnpörökben a rendestől eltérő ügykezelés alkalmazott az állam is, ezeket a kivételes jogszabályokat átvette az inkvizíció is a világi jogból. Például Béziersi Zsina 1246. 45. kánonja, például a hamis tanúkat több vasárnapon át égő gyertyák harangzúgás mellett kiközösítették, tanúságtételre nem bocsátották, ruháikon nagy vörös nyelv volt látható. A világi jog akkor mindenütt használta a testi fenyítést a vallomás kikényszerítésére az akkori viszonyok között. Ezt természetesnek találták. Ezt átvette az inkvizíció is, bár sokkal szelidebb formában, mint a világi törvényszék. Az ereknekekkel szemben csak kivételes esetben alkalmazhatták eleinte, és a püspökhöz kellett folyamodni engedélyért érte. 5. Kelemen pápa meghagyta, egészen világos bizonyíték kell a püspököknek és az inkvizitoroknak egybehangzó véleménye kellett az ítélethozatalhoz. A templomokban egy ünnepnapon a néptömegek előtt hirdették ki az inkvizitorok háromféle büntetést hajthattak végre. Kiközösítés, kötelező jó cselekedetek, böjt, alamizsna osztogatása és búcsújárás. A kiközösítéssel is csak fenyegették őket az egyházi ítélőszékek eleinte. A pénzbüntetés például 1244-ben a Narbóni Zsinat és 4. Ince pápa 1243-54. Cikkeiben szigorúan megtiltották. Erősebb büntetések a valós kiközösítés, megszégyenítések, megkülönböztető ruha, feltűnő sárga keresztel viselések. Például a Béziersi Zsinat 6. cikkeje tiltja ezeknek az embereknek a kigúnyolását, akik a kiközösítés terhe alatt, tehát aki ezeket kigúnyolta, kiközösítéssel volt büntethető. Na most ez a valós kiközösítés, ez azért sokkal veszélyesebb volt, mint az egyházi, ugyanis bárki büntetlenül például megölhette őket, és bármit tehetett velük. A makacs visszaeső lázadás szító ereknekeket átadták a világi hatóságnak büntetésre. Ezek vagyonelkobzás, börtön, súlyos esetben mádja. Az elítéltnek minden esetben joga volt fellebbezni a pápát, csak nem minden esetben enyhítették az ítéletet. Egy különös vád, melyről a világi jog nem tud, a valóságos elevenen való befalazás vádja, mondják az inkvizíció alkalmazott. Ez szemeszedett valótlanság. A Béziersi Zsinatra 1246 hivatkoznak, pedig 46 büntetése közül egyik sem szól erről. Az immurációról van szó, vagyis, mint a magyarok mondanák, négy fal közé tették, úgymond. Ez bebörtönzést, magánzárkát jelent, hogy mást meg ne roncsanak, úgymond. A 20. cikke szerint például a visszaesőket, szökevényeket örökös fogságra ítéljék az inkvizitorok, de a pápa engedélyével a püspökök tanácsára átváltoztathatják ezt a büntetést is. 22. cikkely például pont az immurációról szól, ami élethosszig tartó fogságot jelent, és ez csak akkor enyhíthető, ha a család tönkre jutna a család apa távollétében. Például a 23. kánon a befalazandók részére készítsenek külön zárkát, hogy másokat meg ne ronthassanak. A 24. cikkely az élethosszig tartó fogságot egészen nem szabad elengedni, kivéve, ha a család apa távolétében a család tönkre jutna. A 25. kánon a befalazottakhoz feleségük bármikor bemehet, ha jól viselték magukat,
Néhány hónap múlva kiengedték őket, játszhattak, látogatókat fogadhattak. És például ebben az esetben még, hogyha a család tönkre jutna, ugye. De hát később aztán voltak családok, akik emiatt azért éhen haltak, szóval voltak ennek túlkapások, mint az inkvizitorokkal is, akiket aztán a pápa le akart váltani, de sokszor nem álltak kötélnek. Sok akkori írónak a tollából tudhatjuk ezeket, itt nem tudom, hogy felsoroljam ezeket, talán ez most egy pár, Magul, Cartaliers, Mansi és Hardouis Hefele. Ezek a zsinatokról, írottakban, foglaltakról írták ezeket le. Előfordultak esetek, mikor a császárok túl szigorúan bántak el az eretnekekkel, különösen az eretnekségek alapítóival, mikor Maximus trombitorló Priscillianus tévtanító és társai ellen szigorúan, sőt kegyetlenül akart fellépni, Turci Szent Márton közbevetette magát az eretnekek érdekében, és kérte a császárt, hogy legalább az életüket kímélje meg. A császár ígérete dacára 385-ben Krisztus után mégis kivégeztette őket. Szent Márton nem késett a császár tettét nyilvánosan elítélni, hasonlóan rosszalták eljárását Szent Ambrus, milánói püspök, Sziricius, pápa, s utóbb Nagy Szent Leó, kik hangosan tiltakoztak egy császári túlkapás ellen. Szent Ágoston, bár általában nem helytelenítette a világi hatalom közbelépését az eretnekekkel szemben, mégis szelidebb eszközöket ajánlott ellenük. Mi megjavítani és nem megölni akarjuk őket. Szent Bernát ezt írja az eretnekekről. Nem fegyverrel kell őket üldözni, hanem érvekkel megfogni, tévedéseiket megcáfolni, hogyha csak lehet, a katolikus hitre kell őket visszatéríteni. Ez annak a szándéka, aki minden ember üdvösségét akarja, s mindenkit az igazság megismerésére hívogat. Az egyház a pogány császárok idejében s a modern korban akkor miért üldözték, most pedig mert egyház és állam különváltak, nem vette és nem veszi igénybe az állam segítségét engedetlen tagjaival szemben. Beéri az egyházi fenyítékkel. A középkorban nem így volt. Nagy Konstantin óta az egész középkoron át a legszorosabb kapocs fűzte össze az államot az egyházzal. A régiek ajkán nem csak frázis, hanem a hithű meggyőződéseknek szava volt az, hogy az állam létének legbiztosabb alapja a vallás, támasza és talpköve a tiszta erkölcs. A középkori államhatalom abban a felfogásban volt, hogyha az állam feladatához tartozik védeni az alapvaló birtokát, legszebb tiszta a honpolgárok legnagyobb kincsének, a vallásnak védelme. Innen magyarázható, hogy II. Theozódius császár 407-es törvények cikkelye, akarjuk, hogy az eretnekség nyilvános bűntényt tekintessék, mert ami az isteni vallás ellen történik, az a közjónak van ártalmára. De míg a római birodalomban csak kivételképpen alkalmazzák az eretnekségre a halálbüntetést, addig a germán államokban éppen a germán jogfelfogás szigorúsága következtében a testi büntetések, kínzások alkalmazásával, sőt a halálbüntetéssel is gyakrabban találkozunk. II. Frigyes császár ideje óta az eretnekség gyakori büntetése a világi törvény értelmében a mágia volt. Azt pedig csak nem mondhatja senki, hogy a hitetlen II. Frigyes császár, aki a pápával és az egyházzal nem valami jó lábon élt, és Anzsu Károly, szicíliai király, az egyház, illetve a pápaság iránt való különös vonzalomból hozták volna létre ezen fölöttebb szigorú törvény. Ezek azon kor szellemének természetszerű folyományai voltak. Nagy Konstantin, Nagy Theodosius, II. Frigyes törvénykönyve is a római, germán és a germán jogászok által felállított és világi törvényszékekben érvényre jutott jogi felfogást tükrözik.
A legjobban vitatott ugye a spanyol inkvizíció, amely 250 évvel az egyházi inkvizíció felállítása után Spanyolországban különös okokból életbe léptették a sokat emlegetett spanyol inkvizíció. Itt nem az albiak vagy más középkori eretnekség terjedésének megakadályozásáról volt szó. A 15. század vége felé ezen eretnekeket úgy szólván csak a hírükből ismerték. A spanyol inkvizíció különleges jelensége annak az évszázados élethalál harcnak, melyet az ország területén kelet és nyugat, a kereszténység és annak esküt ellenségei, Európa népei és a szívós szemita faj vívtak meg egymással. A spanyol inkvizíció csakis ezen önvédelmi harc szempontjából lehet igazán megérteni. A keresztény nemzeti királyság fegyvere volt, ez a hatalmában elbizakodott zsidóság ellen. Spanyolországban már a kereszténység legelső századaiban megvolt a keleti szemita veszedelem. Az Afrikából bevándorolt zsidók igen korán nagy hatalomra tettek szert az országban. 589-ben a harmadik toledói zsinat erősen kikel a zsidók nagyarányú rabszolgakereskedése ellen. A gót királyok utóbb elrendelték, hogy erőszakkal meg kell őket keresztelni. Bár ez ellen a 633-as toledói zsinat erélyesen tiltakozott. A királyok mégsem tágítottak. A zsidók, hogy a törvények szigorúságát kikerüljék, színleg meg is keresztelkedtek, de szívükben annál inkább gyűlölték a keresztény lakosságot, amellyel a századok folyamán nagyon sokszor megnyúlt a bajuk. A pápáknak és a spanyol püspököknek kellett őket a lakosság dühétől megmenteni. Második Sándor pápa 1061-73-ig az összes spanyol püspökökhöz körlevelet intézett, melyben dicséri őket, hogy helyesen jártak el, midőn a zsidókat megvédték, és lemészárlásukat megakadályozták. Ugyanezt tette 150 évvel később harmadik Honorius pápa is. Azonban a zsidók sokkal szívósabbak voltak az üldözések dacára, hatalmuk egyre gyarapodott. 10. Alfonsz király idejében ott találjuk őket a legfőbb udvari méltóságokban, ők voltak a királyok és grandok jószágigazgatói és kincstárőrei. Külön bíróságuk volt, és külön törvények szerint ítélkeztek fölöttük. Kiváltságokhoz jutottak, miként a nemeseket, úgy őket sem volt szabad külön királyi parancs nélkül elfogni. Az ország s a királyok szorult anyagi helyzetét csúnya módon kihasználták, éppen úgy, mint hazánkban II. Endre és IV. Béla idejében. Az adók, sójövedékek, vámok és révek bérlői ők voltak. Mint Magyarországban, úgy ott is polgári peres ügyekben, például a keresztény ember tanúsága a zsidók ellen nem volt tekintetbe vehető. A zsidónak az esküje döntő volt viszont a keresztényével szemben. 100%-nál is nagyobb uzsora engedélyezését vitták ki maguknak. Jövedelmező foglalkozásuk a többi közt az emberkereskedés volt. A spanyol kortesek és zsinatok ismételten sürgették kiváltságaik korlátozását. A nép sokszor fellázadt ellenük. Érezték veszedelmes hatalmát annak a zsidóságnak, mely Spanyolországtól Kínáig erős keresztény ellenes szövetséget alkotott. A titkos zsidók, vagyis a marranók, a tulajdonképpeni veszedelem abban állott ez, hogy a 14. század óta mind sűrű üldözések miatt a zsidók tömegesen keresztelkedtek meg, legtöbbnyire csak látszatra. Míg a valódi zsidók a nemzeti vagyonnak és kereskedelemnek nagy részét ragadták magukhoz, addig
a titkos zsidók, kiket közönségesen Marranóknak, Marranos neveztek, Spanyolország nemzeti jellegét veszélyeztették. Névleg és hivatalosan ugyan keresztények voltak, de titokban zsidó szertartásokat használtak és a zsidókhoz húztak. Levakarták például a megszenteltekről a szentelt olaj maradványait, és alávetették gyermekeiket a körülmetélés szertartásainak. Szombaton kerülték a szolgai munkát, tüzet nem gyújtottak, ünnepi ruhában jártak. Magas állásokhoz jutottak, sokan a zsidósághoz húzó lelkület mellett papokká, sőt, püspökökké lettek. Beházasodtak a legelőkelőbb családokba, úgy, hogy az egész nemzet elzsidósodásától lehetett tartani. A vagyon kezükben volt, az ország nemzeti és keresztény jellege a legnagyobb veszélyben forgott, ráadásul Spanyolország régi ellenségeivel, a mórokkal, a keresztény fejedelmek ellenében többször szövetkeztek. A protestáns dr. Huber A. könyve szerint 1852 Berlin a zsidó veszedelem nagyságáról írt jellemző nyilatkozata a keresztény Spanyolország létéről vagy nem létéről volt szó. De Maestre írja erre, a zsidóknak remegniük kellett, mert különben ők remegtették volna meg a keresztényeket. Az 1812-i Kortes országgyűlés a zsidóság 15. században a nép volt a népben, ezt írja ez az országgyűlés, és viszont ez az országgyűlés megszüntette az inkvizíciót. 1812. Kortes országgyűlés. De például Góró György, a londoni Biblia Társaság kiküldöttje, írja könyvében, még a 19. század elején is, mennyi titkos zsidó élt Spanyolországban, s mi nagy volt azok befolyása. Talaverában találkozott, például 1838-ban közülük egyel, aki elmesélte, hogy ősei között sok püspök volt, és még 1836-ban akkor is eljártak hozzá látogatóba négyen magas rangú egyházi állású személyek, kik bizalmas körben átkozódtak egyes keresztény szertartások miatt. 1910-ben az Egyenlőség című zsidó hitfelekezeti lap május 10-i száma írja. Felnőtt, intelligens, hitetlen zsidó nem hihet, a hívő zsidó még úgysem a katolikus dogmákban, és ha mégis ünnepélyesen vallja azokat, mert másképp ki nem térhet, jellembeli folttal, képmutatással, csalással lépi át új vallása küszöbét, mert hazudott a haszonért, melyet az új vallásából vár, vállásától vár. Tiszta dolog, hogy a kitért zsidó nem hívő, hanem csak képmutató. Nem hisz a dogmákból egyet sem, csak hogy mint keresztény könnyebben éri el földi célját. Ez is könnyebben érthetővé teszi a marranóknak keresztény gyűlöletét, szentségtöréseit, titkos összeesküvéseit. A nép többször fellázadt a zsidók és marranók ellen, utcai harcok napirenden voltak. A zsidók 1473-ban pénzzel csaknem kezükbe kerítették Gibraltár várát. A nép nyílt forradalomban tört ki ekkor elnyomói ellen. Ekkor a világiak és egyháziak ismételt kérésére Ferdinánd király és Izabella királyné elhatározták az inkvizíció felállítását. Ez érdekesség, hogy például Arbues Péter 1442-ben született,
Spanyolországban, és a Bolognai Egyetemen 5 évig az erkölcsbölcseletet tanította, és Spanyolba visszahívatván szaragózai kanonok lett, majd belépett az ágostoniak rendjébe. Példás élete, kiváló tehetsége miatt Torquemada őt az inkvizitorok bírájává tette. A zsidók és maranok éppen ebben az időben nagy arányú összeesküvést szőttek az inkvizíció intézménye és akkori hivatalnokai ellen. Az összeesküvők a gyilkosok felbérelése és felhatalmazása, jutalmazása véget Aragónia zsidóira valóságos adót vetettek ki. Arbues Péter 1485. szeptember 14-én éjjel a templomban orozva meggyilkolták. Nem volt vérszomjas, sem öreg, mert senkit nem végeztetett ki, s mindössze csak 43 éves volt, bár vérszomjas öregnek és titulálták. 1484. szeptember 19 és 1485. szeptember 14-e között egyetlen kivégzésről sem tudunk, pedig ez volt fő inkvizitorságának ideje. Aztán Arbues megöletése a nép körében zendülést váltott ki a zsidók és maranok ellen, a nép dühét csak nagy nehezen lehetett megfékezni. Arbues nagy ünnepségek mellett temetési szertartásokon temették, és a nép azonnal, mint szentet, vértanút kezdte tisztelni. A spanyol nép sürgetésére 1663-ban boldoggá, 1867-ben szentté avatták. Úgy látszik, a szent név miatti felekezeti gyűlölség okán titulálták őt öreg jezsuitának és vérembernek, stb. És egyéb rágalmakat szórva rá, amely hát nem bizonyult igaznak. De például Lorente írja, aki egy spanyol származású áruló volt, később inkvizitorrá lett a barátai révén. Tehát a nép kíméletlen igazságszolgáltatása helyébe, ezért aztán a spanyol király és királynő az inkvizíciót állította, mert a nép igazságszolgáltatásai gyújtogatással, rablással és gyilkolással voltak egybekötve, szabályszerű, nyomozó és büntető törvényszéket óhajtottak ezért állítani, másrészt a marranók által elkövetett szentségtörésnek és a keresztény vallás botrányos kigunyolásának akarták elejét venni. A király és királyné az inkvizícióban alkalmas eszközt láttak a királyi hatalom megszilárdítására is. Európában talán egyetlen királyi hatalom sem állott ez időtájt oly gyenge alapokon, mint éppen Aragóniában és Kasztíliában. Miután nyugaton minden államban a királyi hatalom korlátlanná fejlődött, a spanyol uralkodók is kaptak az inkvizíción, mint erős fegyveren, ellenszegülő alattvalóik ellen nem csak a marranok, hanem a főnemesek, papok és főpapok ellen is. Csak ebből magyarázható meg, hogy Pombál Portugália mindenható minisztere, a zsarnokok elseje, a jezsuiták előzője, Róma és az egyház szabadságának esküdt ellensége mindig lelkesedéssel szól az inkvizícióról és főinkvizitorrá tulajdontestvérét teszi meg. 1478. november 1-én a pápa megadta az engedélyt Ferdinánd és Izabella sürgetésére, és helyben hagyta tehát a spanyol inkvizíció felállítását. Még a törvényszék munkájának megkezdése előtt utolsó kísérletet tettek a katolikus uralkodók, a marranók, ezen titkos zsidók megtérítésére. Mendoza bíboros, Sevilla érseke, tanítás és prédikálással fáradozott megtérítésükön és meggyőzésükön, kis katekizmust is szerkesztett és juttatott kezükbe. Hiába volt mindez, választ a marranók a kereszténység ellen gyalászkodó förvedmény kiadásával adtak, és ez a készülő inkvizíciós tervek ellen szól,
mely mérhetetlen elbizakodottsággal, s a kereszténységgel és a királysággal packázó vakmerésségükkel jött létre, és a legnagyobb veszedelembe is hozta őket, és hozta meg számukra a Granada bevétele után 1492-ben a kiüzetési parancsot. A kereszteket ugyanis megcsonkították, a szent ostyákat meggyalázták, azt a nagyon erős gyanút keltették, hogy La Guardiában egy keresztény gyermeket keresztre feszítettek, és ugyanezt a merényletet Velenciában is megkísérelték. Lorente könyvéből tudjuk ezt, első kötet 258. oldal. Toledóban felfedezték összeesküvésüket azonban, melynek célja az volt, hogy a keresztényeket úrnapján megtámadják és felkoncolják. Erre életbe léptetik az inkvizíció intézményét, és kiüzetési parancsot adnak ki ellenük. A kitűzött határidő elteltével kb. 100 000 zsidónak, nem pedig 800 000-re, ahogy egyesek írják, kellett a király hajóin elhagyni, és el is hagyták Spanyolországot. Afrikába mentek ugyanis vissza, ahonnan jöttek. A többi marranó módra megkeresztelkedett, stb. Az inkvizíció megtisztította tehát az országot, s végleg megtörte a szemita faj uralmát a spanyol félszigeten, miután kiszorították őket a marranókkal együtt a Pirenei félszigetről, Spanyolország világhatalommá fejlődött. A spanyol irodalom, műveltség és politikai hatalom lökésszerű felvirulása, a spanyol nemzet politikai és territoriális kialakulása következett ezek után. A zsidók, kik pénzt adtak a keresztények és muszlimok közti százados háborúkra, alaposan kipusztultak. Ez nem vers, de igaz, írja Rodrigo. Rodrigo spanyol történetíró volt, és többek közt azt is írja. Az inkvizíció felállítása parancsoló szükségesség volt, nem csak azért, hogy régi törvényeinknek érvényt szerezzünk, hanem azért is, hogy az ország számára megóvassék a hit egysége, mely a politikai egység és a nemzeti egység igazi alapja. Lorente írja, aki a spanyol inkvizíció, Lorentéről szól, a spanyol inkvizíció kritikai történetét írta meg, de Spanyolországból őt hazaárulás miatt kiűzték, de katolikus pap volt ennek ellenére, és mérhetetlen gyűlölettel viseltetett egyháza és hazája ellen. Emellett sok becses adat szól mégis az ő könyvében az inkvizíció mellett, és okmányokat közöl az inkvizíció melletti érvként. Ferdinánd és Izabella tehát 1480. szeptember 17-én egyelőre csak Sevilla területére kinevezett két domonkos rendi szerzetes inkvizitoroknak, név szerint Murillo Mikel és Joan Martino, de 1482. január 23-án 4. Sixtus pápa, aki az engedélyt adta a kérésükre, már rosszalását fejezi ki az első két kinevezett inkvizitor túl szigorúsága stb. Ellen, és csak a király közbenjárása menti meg őket, hogy megfosszák hivataluktól. De 1483. február 23-án és augusztus 2-i levelében a pápa ismételte, ugyanez a pápa panaszt emel az inkvizíció szigorúsága ellen. Az is érdekes megemlíteni, hogy a titkos zsidók a pápához menekülnek, Rómába, s a pápák őket mindenkor pártfogásukba vették. Róma mindenkor elnéző volt. A fellebbező titkos zsidók közül egyetlen egynek sem fordult rosszabbra a sorsa Rómában, csak nem minden ítéleten enyhítettek. Egyszer 250-et találtak bűnösnek közülük, nagyon is, Rómában is, mégsem engedtek egyet sem kivégeztetni,
Egyházi vezetés után feloldozást nyertek, bántódás nélkül mehettek vissza hazájukba. A pápák titokban feloldozták a magukat bűnösnek vallókat, például 1498-as adat, akik féltek a spanyol inkvizitoroktól, s ügyük nem is került a spanyol inkvizíció elé. Ugyanezt ajánlották a spanyol püspököknek is a spanyol király IV. Sixtus pápa engedélyével fő inkvizitori hivatást állított fel. Torquemada Tamás, domonkos perjelt hittudós nevezte ki élére. 1484-ben már, aki bűnbánatot gyakorolt például, mert hitehagyott volt, stb., kegyelemből fölmentik, enyhe büntetés szabnak ki. Például a lányok 12, a fiúk 14 év alatt nem voltak eretneknek nyilváníthatók. Például Torquemada szabályzatából idézünk, a vádlott kizárhatta ellenségeit a vádlók sorából, mentőként még Amerikából is hazahozattak bizonyos mentőtanúkat, 5. Károly alatt már nem jár veszedelemmel többé a tanúk megnevezése, és ezért a valladolid kortes ezt kéri, hogy megneveztessék a tanúkat. Konzulensek, úgynevezett konzulensek, ügyvédszerűségek védték a vádlottat, és más bíróságokhoz is fordulhattak, és csak önvallomás alapján lehetett elítélni őket, és kézzel fogható bizonyítékokkal együtt, és a legmesszebb menő nyomozással kellett bizonyítani bűnösségüket, és a súlyosabb büntetéseket az inkvizitoroknak kellett egybehangszóan elítélni, de ugyanakkor enyhítést is kellett kérniük. Ez pont Lorente írja, aki az inkvizíció ellenér. Na most... Például Lorente, aki ugye hazáruló volt, érdekes adatokat közöl, valahogy a számokkal nincs teljesen tisztában, mert azt írja itt Petrányi Ferenc könyvében, hogy idézve, hogy 330 év alatt, beleértve az összes boszorkány pert is, a rablókat, szodomitákat és katarokat, stb., katolikusokat, stb. 30 ezerre teszi az összes áldozatok számát spanyol inkvizícióban 330 év alatt. Holott Calvin például Genben 3 hónap alatt 34 embert végezt, és hogyha ezt beszorozzuk, ez sokkal több, 10 millió is kijön a különböző évek alatt, ami 1590-től 94-ig például meg például 35 boszorkányt égettek meg Mödlingenben, stb. Tehát arányosítva Torquemada 1481-ig például 1481-ben 2000 embert végeztetett ki, amikor még ő szerinte, bizonyos történetírók szerint, például ez a Lorente szerint, ami hamisnak tűnik, mert és frivolnak, mert Pesel művében például a számításnak egyszerűen nem lehet alapja, mert ebben az időszakban ugyanis Torquemada nem is volt még inkvizitor. Ilyen tévedésekkel aztán az inkvizíció teljesen olyan rágalmakkal illetik, ez megcáfolható, például a Petrányi Ferenc könyvéből, ami itt van, és a Lorente és egyéb műveiből ott sok mindenki föl van sorolva. Most a spanyol inkvizíciónak szeretném három korszakát megemlíteni esetleg, ami röviden még, hogy az első az 1480-tól 5. Károly uralkodásának 3 évtizedéig volt, és fő feladata a maránok, mórok, mori, vagyis moriszkók elleni fellépés Granada bevétele után, ugye, amit az előbb említettünk, és
csak a megkeresztelt zsidók léphettek az inkvizíció elé. A Mohamedának sem például, tehát nem lehettek eretnekként elítélhetők. A második korszaka a spanyol inkvizíciónak második Fülöp idejében inkább a protestantizmus beszivárgásának meggátlása a célja. A spanyolok népe töretlenül ragaszkodik a katolikus hithez, ahhoz a valláshoz, amely megmentette őket a mórok ellenében, és nehéz harcban és nehéz időkben őrizte meg. Tehát a katolikus vallását a nép. Ezért ez nem sok feladatot adott az inkvizíciónak, és a hitújítás ezért a spanyol földön, a spanyol népkörében is teljesen elvesztette előttük a hitelét. A harmadik korszaka a spanyol inkvizíciónak ez érdekes, mert a 17. és 18. században a hitetlenség, az istentelen bölcselet, Voltaire és az enciklopédisták és a frivol irodalom terjedése ellen irányult. Azonban a liberalizmus és a szabad körülvesség tanainak elterjedését az inkvizíció nem volt képes megakadályozni. A 18. század végén és a 19. század elején magas egyházi állásokhoz jutottak a szabad körülves gondolkodásúak, elérték a királyi udvarnál, hogy barátaikat nevezzék ki inkvizitornak. Például ez a bizonyos emlegetett Lorente is így lett inkvizitorrá, a hírhet Lorente. Az inkvizíciót a spanyol gyarmatokba is átültették a királyok. Bonaparte József például 1808-ban megszüntette működését. 1816-ban 7. Ferdinánd sürgetésére 7. Pius pápa újból megerősítette, de a kínpad alkalmazása nélkül. 1812-i kortes határozatból kifolyólag 1820-ban az inkvizíció végleg eltöröltetett, s vagyona az államadóság törlesztésére fordítatott. Még érdemes megemlíteni, hogy az inkvizíció üldözte a szodomai bűn, a többnejűség, ami a moroknál, a moroktól terjedt el, az uzsorát, a papok nősülését, a hamis papok, hamis inkvizitorok fellépését, a lázadást és a varázslás, boszorkányságot természetesen, ugye azt már mindenki tudja, és ez a Ballagi Aladár, aki ezt említi, ez például egy professzor, egyetemi tanár volt, és még a kémkedést is mondjuk büntették.